Megkaptam az engedélyt? Megkaptam. Akkor egy nagyon szép jó napot, egy áldott napot kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Nem is tudom, hogy mondjam el, de nem. Hiába integetsz, Rafi, ebből semmiképpen se jövök ki jól. Sanyi nincs, illetve van, csak nem itt. Az imént beszéltem vele, mert az volt a így bátortalanul mondta, hogy lehet, hogy lesz. Már tegnap előtt fölhívott, és fölhívtam, és mondtam, hogy tudsz jönni? Szóval hát attól függ, mert most Balatonon vagyok. Éppen ugye, gyerekek nélkül el tudtak menni, és ez így nagy dolog. Úgyhogy így hálásak vagyunk, hogy tud pihenni. Amúgy meg, hogyha többé nem jön, akkor már csak egy eredményes élettalálkozó lesz, ahol elbúcsúzunk. Úgyhogy szeretetét küldi, szeret benneteket, és jövő hét, tehát bírom az ígéretét. Már azt mondta, hogy nem is tudom, hogy mondta, hogy ígérni bűn, vagy nem tudom, valami ilyesmit mondott. Szia Balázs! Tehát megjött Balázs, aki annak idején, amikor még nem volt Rafi, a hanganyagokat rögzítette, és úgy vettük fel az eredményes élettalálkozókat. Szia Balázs! Ja, köszi a szolgálatodat. Oké. Imádkozom, nem én fogok kezdeni, hanem Pepsi, de hogy van még egy bejelenteni való, hogyha Miskolcon vagy Debrecenben hallgatod az eredményes élettalálkozót, vagy a közelében ennek a két helynek, akkor mind a két helyen vannak biblia tanulmányaink, és Pásztor Szűk Bendegúz jár oda, egy kivételes tanító, és ha szeretnél egy jó közösséget oda elmenni szombatonként, minden szombaton megy oda, és néha én is előfordulok, akkor csak kérlek, hogy írj nekem a ernokukac@visszavalosághoz.hu-ra, és csatlakozz. Van itt egy hölgy, aki szintén így csatlakozott az egyik gyülekezethez, és most már Budapesten bibliaiskolás. Ja igen, és én vasárnap leszek Mezőberényben, ha szeretnél velem találkozni, és ott laksz Mezőberényben, vagy a közelében, akkor szintén írj nekem, létszi a ernokukac@visszavalosághoz.hu-ra. És ez a növény azért van itt, hogy valami szép is legyen a díszlet. Oké, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük az eredményes élettalálkozót, köszönjük az életünket. Ezt a mindent vívő üzenetet, amivel bírunk a te kegyelmedből. Ezt az üzenetet, ami olyan hatalmas reménnyel tölti el a szívünket, hogy pusztán ezért azt mondjuk, hogy érdemes volt megszületnünk. Egy olyan üzenetért vagyunk hálásak, ami visszaemel bennünket abba a magasságba, amire a szívünk mélyén vágytunk, és ahonnan úgy gondoltuk, hogy mindörökre lezuhantunk. És köszönjük, hogy ez az üzenet visszaemel bennünket oda, hogy reménnyel tölt el, hogy igazi békét ad a szívünkbe. És ráadásban olyan dolgokat, amiről a legmerészebb álmainkban se mertünk volna álmodni. Köszönjük, Urunk! Áld meg ezt az alkalmat, a Pepsinek a gondolatát, te drága nevedben, Jézus nevében. Amen. Köszönöm szépen! Sziasztok! Megint onnan indulok, hogy eredményes élet. Ez az én heppen. Amikor azon gondolkodtam, hogy eredményes élet, hogy lehet eredményes az életem, már hogy nem csak az eredményes élet találkozó miatt gondolkodtam ezen, hanem úgy általában. Tehát nem szeretnék úgy meghalni, hogy ne legyen elég sztori mögöttem, hogy ne legyen elég, hogy nem tettem meg azt, amit megtehettem, hogy lemaradtam élményekről, lemaradtam arról, hogy esetleg embereknek átadjak valamit. Úgyhogy én régóta gondolkodom rajta, hogy hogyan kell élni. Ugye? Talán nem vagyok vele egyedül. És amikor elkezdesz valamit végezni, úgy értem tenni valamit, foglalkozni valamivel, törődni valamivel, vagy valakivel, akkor az
az rengeteg időt, illetve hát attól függ persze mivel, de időt fog felemészteni. Ugye erről beszéltünk sokszor, hogyha valamire odaszánod magad, valakivel esetleg egy kapcsolatra, akkor ez mindenképpen úgymond az idődbe kerül. Az idő és az élet között, a te időd és az életed között van egy nagyon szoros összefüggés. Az élet múlik, az idő múlik, kettő ez sokszor szinonímaként használjuk, és az, hogy hogyan osztjuk be az időnket, az azt gondolom, hogy az életünk szempontjából kulcskérdés. Van egy ilyen gondolat, az időbeosztás. Úgy szokták mondani sokan, hogy időmenedzsment. Annyira nem vagyok oda ezért a szóért, de használjuk most egy kicsit. Tehát az időmenedzsmentben van egy ilyen gondolat, hogy mindig először a fontos dolgokat csináld meg, és utána a sürgőseket. És ez egy tök jó gondolat, csak egy végtelenül leegyszerűsített gondolat, mert hogyha én csak a fontos dolgokkal foglalkoznék, akkor egy percet nem dolgoznék, én csak anyámékkal, édesanyámékkal, apámékkal, családdal tölteném, bátyámékkal az időt, és velük lennék, barátaimmal lennék, és nem dolgoznék egy percet sem. Tehát nyilván nem lehet minden időmet odaadni a legfontosabb dologra, úgy értem a földi dolgokat értve ez alatt, hanem néha jönnek a kellemetlen, néha kell foglalkozni a sürgős dolgokkal, be kell fizetni csekkeket, ami amúgy nem annyira fontos, de azért mégis jó, hogyha megtesszük. És akkor eljutunk odáig, hogy az időnk véges, és nem tudunk végtelen dolgot belepakolni, ugyebár. Pedig lehet, hogy szeretnénk, pláne aki eredményesen szeretne élni, minél több dolgot szeretne belepakolni az életébe adott esetben, minél nagyobb hatást szeretne elérni maga életében, mások életében, ez lehet, hogy egy érdekes kérdés, hogy hogyan ossza be az idejét. És mindenképpen úgy vagyunk vele, hogy nem lehet ilyen nagyon egyszerű receptekkel dolgozni, hogy csak a fontossal foglalkozz, és utána a sürgőssel. Van rá sokkal bonyolultabb módszer is, de az is csak egy módszer. És volt egy két esemény az életemben, ami nagyon örömteli volt, és az egyik kollégámnak, vicckedvéért mondom így, hogy beosztottam, mert az, csak nem szoktam így nevezni. Az egyik beosztottamnak magyaráztam, hogy kell ezt az időmenedzsmentet jól csinálni. És akkor mondtam egy-két elvet, hogy fontos dolgokat kell előrevenni, de van, amikor pont van egy luk, és akkor be kell rakni a sürgőseket, meg akkor még vannak dolgok, amiket nagyon hosszan nem érdemes húzni, mert lehet, hogy rövid idő alatt megoldom, és akkor pont egy ilyen lukba belefér, és van egy-két ilyen vezérelv, amit így szépen ecseteltem neki, és mondtam, hogy és van egy plusz tényező, amivel mindenképpen érdemes számolni, hogyha ezzel nem tudsz számolni, akkor nem vagy igazán hatékony. És akkor elmeséltem egy történetet, ami nem is egyszer fordult velem elő, hogy ugyanarra az időpontra volt olyan, hogy három találkozót szerveztem össze. Valamennyire ismertem azokat a körülményeket, meg azokat az embereket, akik ebben részt vettek, és mire eljött a találkozónak a pillanata, addigra kettőt lemondtak belőle. És ilyet azt mondom, hogy nem szabad csinálni, de mégis szabad, és hogyha ezt tehát nem tudsz számolni a kiszámolhatatlannal, akkor igazából nem tudsz igazán hatékony lenni. És ez most így vad, remélem legalábbis, hogy elég vad ötlet. De tulajdonképpen az élet is ilyen, hogyha csak módszerekbe próbálsz élni, akkor nincs esélyed. Akkor el fogod rontani. És az a kérdés, hogy tényleg tudunk-e és tudsz-e így élni, hogy van valaki vagy valami az életedben, amire ezeket a lehetetlen, kiszámíthatatlan, előreláthatatlan dolgokat rá tudod bízni. Ugyanis, ha eredményes életet szeretnél élni, vagyis ilyen ember vagy, akkor valószínűleg vállalsz sok mindent. Úgy értem, lehet, hogy van családod, lehet, hogy van munkád, és lehet, hogy van még egyéb, amivel foglalkozol. Sziasztok! És akkor ez gyakorlatilag egy kiszámíthatatlan dolog, hogy most éppen ki mondja le, ki az, aki hirtelen valaki beteg lesz, foglalkozni vele, ezt nem lehet kiszámolni. És nem, van, aki úgy oldja meg ezt a dolgot, hogy mindent ledob magáról, minden felelősséget ledob. Mindenki oldja meg a saját problémáját, munkában csak annyit foglalkozok, amit pillanatnyilag hozzá tudok nyúlni, nem építek házat, inkább csak bérelek, és ezt nem azt akarom mondani, hogy a házbérlés vagy a lakásbérlés az rossz dolog lenne, csak így értitek az alapvető gondolatot,
hogy próbál minden felelősséget levetni magáról, és csak azzal foglalkozni, hogy pillanatnyilag jól érezze magát. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem jó. Mindenképpen jó, hogyha felelősséget válasz, ugyanis hogyha nem válasz felelősséget, családod se lesz egyébként, és nem egy ember mondta nekem, hogy a család az a legnagyobb boldogságot adja az életben, itt a Földön, úgyhogy mindenképpen, ha nem válasz felelősséget, akkor sok mindenről lemaradsz. És a felelőssége az a fő baj, hogy amit én látok belőle, hogy nyomást fog rád helyezni. Minél több dolgot elvállalsz, annál inkább stresszes leszel. Ugye? Ez talán megfigyelhető. Egyet értetek? Oké. Tehát a feladatunk az lenne ebben az életben, hogy úgy vállaljunk dolgokat, és úgy tegyünk sok mindent, úgy legyünk eredményesek, úgy legyünk hatékonyak, úgy legyünk, használom ezt a szót is, úgy legyünk áldás mások számára, hogy közben nem szakadunk bele. És ezt igazából, hogyha elég jól belegondolsz ezekbe a dolgokba, és eléggé a saját felelősségednek érzel mindent, akkor nem fogod tudni megcsinálni, mert vagy nem gondolkozol róla, nem foglalkozol vele, hogy nehogy stresszes legyen, vagy pedig nem vállalsz felelősséget. De természetesen azért jöttem ide, hogy elmondjam, hogy úgy látom, hogy van ebből egy olyan megoldás, ahogy szokták mondani, a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Ugyanis a felelősség az nem feltétlenül kell, hogy stresszel járjon. Bár látszólag úgy tűnik. De hogyan lehet az, hogy a felelősség mégse jár stresszel? Úgy, hogyha valaki védi a hátamat, azt gondolom, ez az egyetlen módom. Tehát, hogyha tudom, hogyha én elbukom valamiben, akkor azt valaki nálam nagyobb helyre fogja rakni. Hogyha ezzel a tudattal megyek bele, vagy egyenlőre mondjuk úgy, ezzel a reménnyel megyek bele egy vállalásba, és persze nem azt mondom, hogy legyünk, tehát mindent vállaljunk el felelőtlenül, meg gondolkodás nélkül, nem ezt akarom mondani, de hogyha elvállalunk valamit, átgondoltuk, hogy ez vállalható, és ott van a reményünk, hogyha mégse sikerül, akkor is van kiút, akkor is valaki meg fogja oldani, akkor vállalhatok úgy felelősséget, hogy közben nem leszek stresszes, nem fog összenyomni ez a felelősség. És azt feltételezem, azt gondolom és azt látom magam körül, hogyha nincs ilyen kapaszkodód az életedben, akkor előbb-utóbb bele fogsz rokkanni azokba a dolgokba, amiket csinálsz. Ha semmilyen kapaszkodód nincs. És akkor lehetnek a műkapaszkodók, amikor úgy is sikerülni fog. Ez a lufi optimizmus. Úgy is menni fog. Mi van, ha nem? Olyan nincs. Na de mi van, ha nem? Nincs olyan. És sok ember életében tényleg sokáig nincs olyan. De ez a sok ember is nagyon nagy százalékban egy idő után meghal. Tehát valami mégse sikerül egy idő után, és ez most csak a legextrémebb, legmorbidabb dolgot mondom. Szóval, ha abban reménykedsz, hogy úgy is sikerülni fog, és úgyse fog semmi közbe jönni, úgyse fog senki keresztbe szervezni, ha én jól felkészülök, ha jól gondolkodom, akkor úgyis minden sikerülni fog, ez nem igaz. Ez csak néz körül magad körül, és nem igaz. Lehet, hogy valakinek akár 10 évig megy, de nem egy életen át. Az a kérdés, hogy van-e ilyen valaki, vagy valami, amiben lehet tényleg kapaszkodni. És tényleg elhiheted, hogy a végén minden a jóra munkál. Még az is, ugye, van egy ilyen könyv, az a címe, hogy egyszer veszíted, vagy egyszer nyersz, egyszer tanulsz. Ugye ez is arról szól, hogy a veszítésnek van egy pozitív oldala. És amikor azt mondod, hogy a veszítéssel nincs vége mindennek, hanem az csak egy tanulság, és megyek tovább, akkor tudom az életet úgy megélni, hogy nem fog összenyomni a stressz. Most az a kérdés, hogy van-e ilyen kapaszkodóm. És azt gondolom, eljutottunk oda, gyakorlatilag az abszolút hétköznapi praktikus hétköznapi problémákba, vagy hétköznapi megoldani valókból eljutottunk oda, hogy az életedben van-e valami nagyobb, akire tudsz támaszkodni. Van-e valaki, akihez oda tudsz fordulni, hogyha nyomas stressz? Mert én úgy látom ezek alapján, hogy mindenképpen lesz. És hiába, hogyha esetleg így le akarod csitítani ezeket a hangokat, amik mondják neked, hogy nem mindig fog ez jól elsülni, akkor ne csak úgy csitítsd el őket, hogy csak így lesöpröd az asztalról, hogy nem igaz. Ha tudod, hogy nem igaz, ha meg tudod magyarázni magadnak, meg tudod érteni, hogy miért nem igaz, akkor valóban meg tudod nyugtatni
ezeket a lelkedet, de hogyha nem, akkor a lelked mélyén ott lesznek ezek a hangok, és őrölni fognak téged. Úgyhogy a kérdés tehát adott, hogy van-e valaki, akiben meg tudsz bízni? És van-e valaki, aki tényleg elég hatalmas ahhoz, hogy ezeket a dolgaidat megoldja? És azt gondolom, hogyha ezt a felvételt hallgatod, akkor nagyon jó helyen jársz, ugyanis mi erről fogunk beszélni. Arról pontosabban nem én, hanem Ernő. Olyan megoldást találtunk ezekre az életet átfogó kérdésekre, amit valójában nem is mi találtunk meg, és főleg nem mi először. De azt gondolom, ugye mi keresztények vagyunk, ezt talán tudod, amikor megnyomtad a play gombot, lehet, hogy most hallottad először, de ez nem titok. És azt látom, hogyha a kereszténység az egy vallás, amit egyébként vasárnap délután előveszünk, bemegyünk a templomba és csinálunk valamit, akkor ez nem fog választ adni semmilyen problémára. Ez lesz az, ami kicsit elcsitítja a hangokat talán, de semmiképpen nem fogja megválaszolni. Viszont hogyha igaz az a könyv, amit sokan csak úgy hívnak, hogy a Biblia, és Isten gondoskodik az emberről, Isten keresi vele a kapcsolatot, és egyszerűen csak annyit kell tennem, hogy ezt felfogom, elfogadom, és válaszolok erre a keresésre. És hogyha ebből tényleg egy napi szintű személyes kapcsolat lehet, akkor ez nem csak a halál utáni életemet fogja megoldani, ugye ez egy lehet, hogy egy kicsit ködös téma, de egész másképp fogom nézni azt a hétköznapi életet, amit nap után élek. Hogyha ezt nem teszem, úgy értem, nem gondolkodom másképp, akkor bizony nem hiszem el azt, ami le van írva a Bibliában. Úgyhogy, ha esetleg nem vagy hívő, akkor arra hívlak, hogy hallgass meg Ernőt, és gondolkodj el azon, hogy ha ő igazat mond, akkor az gyökeresen megváltoztatja az életedet, és ráadásul egy olyan irányba, ami reményt ad neked, és megoldást azokra a kérdésekre, amiket lehet, hogy egyelőre csak elcsitította, és azt mondtad, hogy ezzel most nem foglalkozunk, mert nem tudom megoldani. Megint felhozom azt a nagyon kedves jó barátomat, aki, ha belemegyek valami mély kérdésbe, azt mondja, hogy csak ne gondolkozz. Neki ez a megoldása. Előbb-utóbb muszáj lesz neki is döntéseket hozni, illetve hoz is. De valószínűleg nem mindig tudja, hogy mi alapján hozza meg. És én arra bátorítok mindenkit, hogy találja meg az igazságot, illetve fogadja el az igazságot első körben. És utána ezekre a kérdésekre is választ fog találni. És hogyha ez megtörtént, hogyha már esetleg azt mondod, hogy hiszel Istenben, de nem foglalkozol vele napi szinten, akkor meg arra hívlak, hogy figyelj, van egy állításod, mi úgy hívjuk, hogy vallás, mert azt vallod, hogy hiszel Istenben, de vajon a hétköznapi életedben tényleg hiszel benne? Úgy értem, tényleg hiszed, hogy ott van veled? Tényleg hiszed, hogy minden a javadra munkál? Mert ezt mondja az írás, hogy minden a javára van annak, aki hisz. Tényleg hiszed, hogy amikor problémák vannak, akkor ez nem azért van, mert Isten nem ért rá oda nézni, hanem ő engedi meg, ő hagyja, hogy veled megtörténjenek a rázós helyzetek, azért, hogy tanulj belőle, azért, hogy átformáljon, azért, hogy egy másik ember legyél, egy érettebb, egy bölcsebb, egy nagyobb kaliberű ember legyél? Tényleg elhiszed? Mert ha igen, akkor azt hiszem, hogy napi szinten foglalkozol ezzel, hogy te nem csak egy porsátor vagy itt a Földön, hanem a te lelked, a te szellemed kapcsolatban van a Teremtővel. És akkor azt hiszem, hogy minden oké, és valószínűleg örömmel fogod hallgatni Ernő szavait. De hogyha ez nincs meg neked, akkor kérlek egy kicsit nyisd ki megint a Bibliát, egy kicsit hallgass üzeneteket, és találd meg azt, hogy Isten nem egy poros könyv, nem egy régi vallás, hanem Isten élő, Isten törődik veled, minden nap foglalkozik veled, és a Biblia az pedig élő és ható, és átformálja az életeket. Ezt mi tapasztaljuk nap, mint nap. Látunk embereket, akiknek az élete kicserélődik. Legyél te is közöttük, kérlek. És hogyha tudsz, akkor gyere el ide a Golgota út 3-ba péntekenként délután 4:30-kor. Van itt az eredményes élet, de millió más alkalom szól Istenről, Jézusról, a Bibliáról, ahol, amit megtalálhatsz így az interneten, YouTube-on, bárhol. Úgyhogy bátorítalak. Köszönöm, és átadom a szót Ernőnek.
Köszi, Pep. Elegem van a vallásokból. Nem tudom, hogy egyet tudtok-e érteni velem. Lehet, hogy nézed ezt a felvételt, lehet, hogy most keveredtél ide, és lehet, hogy tetszik neked, amit itt mondunk, lehet, hogy nem tetszik. Hidd, hogy nem számít. Igazából nem számít, hogy mit gondolsz, mert csak egy valami számít, hogy mi az igazság. Szeretnénk leszámolni a vallásokkal. A vallás minden, csak nem az igazság. A vallásnak körülbelül annyi köze van a való életünkhöz, mint egy teleregénynek. Vagy nem tudom, lehet, hogy még annyi se. Tegnap beszélgettem valakivel, van egy baráti társaságunk, régi barátaim van, akivel ki sem tudom mondani, 35 éve vagyunk barátok. Nem még több, 37 talán. Régi barátaimmal összejárunk, és 7-8-an vagyunk, van még valaki, aki megtért időközben keresztény, de a többiek nem. És így beszélgetünk dolgokról, és az egyikük mondta, hogy hát nekem ez az elképzelésem, meg az az elképzelésem, de mondom, hogy figyelj, mondom, nem lényeg, hogy mi a mi elképzelésünk, ez teljesen mindegy, hogy miben hiszel. Nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy mi a valóság. És így az egyikük mesélte az életét, és mindegy, hagyjuk, nem is akarok belemenni. Le a vallásokkal. Elegem van a vallásokból. Emlékszem, hogy ez nem az üzenet persze, nyilván, de van egy nagyon fontos üzenet. Kérlek, hogy talán bírjátok ki ezt a néhány gondolat, bevezető gondolat, megpróbálok majd kapcsolni. Van egy nagyon fontos üzenetem, és van egy reményem, hogy el tudom mondani, hogy át tudom adni. Tudjátok, éljük az életünket, és lehet, hogy úgy nézed és hallgatod ezt a felvételt, hogy még abban sem vagy biztos, hogy Isten létezik. És ez teljesen rendben van, egyikünk sem születik úgy, hogy hívő lenne. Ezt észrevettétek? Ez milyen fura? Senki sem születik így. Aztán lehet, hogy a vallásos neveltetéssel kapcsán nagyon hamar találkozik Istennel, de leginkább, ha az ember nem önmagától megy hozzá, hogyha nem ő hallja meg azt a halk, csöndes hangot, azt a hívást, akkor az nem fog igazi hitet eredményezni. Lehet, hogy elmész a szüleid a templomba, és sokan itt a gyülekezetben így kezdték a hívő életüket, hogy nem hívőként elmentek templomba, mert ez volt a családi elvárás, és leültek, és hallgatták, és semmiféle hatással nem volt az életükre. Miért van az, hogy olyan sok embernek nincsen hatással az életére Isten? Vagy a kereszténység. Miért van az, hogy ennyire erőtlenek vagyunk? Gondolkoztatok már ezen? Azért, mert nyomorult vallásos emberek vagyunk. Azért, mert bejöttünk ide a világból, ott jól megtanították nekünk, hogy mi az elvárás, hogy mit kell csinálnunk, hogy legyünk mindig a toppon, hogy teljesítsünk jól, és csak akkor nyerhetjük el valakinek a tetszését, vagy a jóváhagyását, vagy a nem is tudom miért, hogyha jól teljesítek. És bejövünk, és ha bár a könyv teljesen mást mond, de én szeretnék jó keresztény lenni. És a Biblia végez a vallásos elképzeléseinkkel. Jézus nem egy vallás alapító volt, ő egy forradalmár volt. Ő volt Isten, aki testet öltött, és itt járt a Földön is, és azt mondta, hogy én el akarom pusztítani a vallást. Szeretném kiirtani a Földről ezt a vallást, az összes vallásos elképzelést. Én valami egészen mást hozok. Hihetetlen. Olvasom a Bibliát, és azt mondja, hogy nem vagy jó ember, Ernő. Nem vagy jó ember. Tudom, hogy meg akarod próbálni, Pál apostol írt 13 levelet, és sokan meg akarták próbálni, a galatabeli gyülekezet például, vissza akartak térni a törvényhez, és Pál írt egy egész levelet nekik, hogy mit csináltok? Hát mit csináltok? Hát most lettetek szabaddá. A Biblia üzenete, a mindenható Isten, Jézus Krisztus keresztje felszabadított benneteket. És akkor megint a törvény alatt szeretnétek élni? Megint a 10 parancs alatt fogja kormányozni az életeteket? És megint a jó és a rossz tudása fája alatt fogtok piknikezni? Ott van kiterítve a kis kockás kendőnk, a kis, mit tudom én, elemózsiás kosár, és akkor abból csipegetünk, de jó! És nézem a testvéremet, hé, mit csinálsz? Az nem jó, az nem jó. És ami még durvább, amikor saját magammal teszem ezt, és aztán a szívem ebből belekeseredik, mert mitagadás reggel, nem is tudom, olyan 5-kor keltem,
imádkoztam, ez egész jó volt, ugye? Jól csináltam. Egész jól indult a napom, imádkoztam. Sőt, még elővettem a Bibliámat, és egészen első osztályú keresztény voltam. Aztán beültem a kocsiba, reggel elindultam, és olyan 2,3 kilométer múlva bevágott valaki elém megint. Egészen addig ment jól a napom, és onnantól bukott keresztény voltam, úgyhogy szégyeld magad. Reggel jó voltam, aztán szégyeld magad, aztán utána bementem a munkahelyemre, elbaltáztam valamit, megint nem vagyok jó. Most akkor mi van, egy hullámvasúton fogom élni az életemet? Ez tényleg ez lenne a Biblia üzenete, ez lenne a kereszténység? Hát köszi, hát akkor ez rosszabb, mint a világ. Hát ez rosszabb, öregem. Hát ezt nem csinálom tovább. Tényleg? Tényleg ennyi lenne az élet? Dehogy is. Tudod, ez csak nem akarok vallásos lenni. Szeretném egyszerűen élni az életemet. És nekem ez az én tapasztalatom. Nem tudom, hogy a ti tapasztalatok mi. Nem tudom, hogy melyik gyülekezetbe jártok, hogy melyik történelmi egyháznak vagytok a tagjai, akik hallgatjátok, vagy akik itt vagytok. De ez az egész nem számít. Csak egy valamit szeretnék kérdezni. Krisztus a megváltód? Úgy értem, Krisztus a megváltód? Vitatkozhatunk különböző részteológiákon, különböző tanokon, de ha Krisztus a megváltód, akkor te szabad vagy. Hallottad ezt? Szabad vagy. Szabad vagy. És olvasd a Bibliát, hallgass olyan prédikátorokat, mint Sanyi, tudod, vagy Pásztor Kende, vagy akik Isten minden igéjét prédikálják, az egészet, nem csak a felét az üzenetnek, és hagyd, hogy Isten felszabadítson téged. Hányan vertek agyon már téged a törvénnyel, a Bibliával. Ez nem egy nagy könyv, pedig a pásztoroknak sokkal nagyobb Bibliájuk szokott lenni, csak az azért van, mert rosszul látnak általában, és én is be fogok szerezni egy nagyobb Bibliát, nagyobb betűkkel, mert lassan szükségem van rá. Figyelj, hányszor vertek fejbe ezzel a könyvvel? Isten meg azért adta, hogy felszabadítson. Hogy oda mehess valakihez, és azt mondhass neki, hogy itt a szabadság, öregem, itt a menleveled, itt a felszabadító okiratod, itt van az útleveled a mennybe, itt van az a könyv, ami megtanít téged élni, itt van az a könyv, ami rendbe fogja hozni a kapcsolataidat. Itt van az a könyv, ami békét fog adni a te szívedbe. És ez a könyv mindössze, ha csak egy könyv lenne, akkor mindezt nem tudnám megtenni, de ott van mögötte a mindenható Isten. Hallod ezt? A mindenható Isten. És talán itt kapcsolódok az üzenethez, hogy kicsoda Isten. Olyan sok Isten van a világban. Igaz? És sokan azt mondják, tudod, ide jövünk a gyülekezetbe, és akkor itt megnyugszunk, és itt minden oké. De hogy ne nyugodj meg, hallod? Mert a háború nem ért véget. Az élet nem játék, hanem háború, ezt hallottad? Egy párbajba keveredtünk. Az Istenek párbajába. És lehet, hogy ez lesz a cím az üzenetnek, hogy Istenek párbaja. Belekeveredtünk egy dologba. Láttatok már Western filmet? Párbajt egy Western filmben? Egy régi vágású Western film. Ketten állnak szembe, naptól cserzett arcok, kicsit szétvetett lábakkal, és a kabátjuk hátra van tűrve, hogy hozzáférjenek a pisztolytáskához. És ott van a két hat lövetű revolver, és rájuk zoomol a kamera premier plánban, és látod, már csak a szemét látod, és lehet, hogy háttérbe szól egy harang, és ha elhallgat, akkor tüzelni fognak. És állnak egymással szembe, ez egy igazi párbaj. És aztán valaki átszaladt közöttük. Ki ez az őrült? Ez az én vagyok. Valahogy belekeveredtem az Istenek párbajába. Jelenések könyve 1:8. Hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez az élet rólunk szól. Igaz? Nem hívőként. Aztán amikor megtérsz és beülsz ide a padok közé, velem az élen, akkor még nagyobb elánnal azt mondom, hogy az élet, ez rólam szól. Ez az egész rólam szól. De jó, halleluja, ez az egész élet rólam szól. Jelenések 1:8. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van,
aki volt, aki eljövendő, a mindenható. És aztán Ézsaiás 44:6. Visszalapozunk az Ószövetségbe. Ez egy kemény könyv. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Akár meg is nyugodhatnánk. A mindenható Isten, aki létrehozta az egész univerzumot, azt állítja, hogy rajta kívül nincsen Isten. És hogyha valaki, akinek olyan hatalma és olyan minden tudása van, mint neki, és olyan jelleme, kijelent egy ilyen dolgot, akkor abban bízhatunk. Csak hogy aztán olvasunk valamit Máté 4:4-ben. Máté 4:4. Amikor Isten testet öltött, és itt járt közöttünk, akkor jött valaki, aki azt mondta, hogy én vagyok az egész teremtett világnak az ura. A Földnek az ura. Én vagyok az. És olyan nagy hatalmam van, hogy hatalmamban áll neked adni ezt az egész világot, hogyha hódolsz nekem. Feltűnik még egy Isten. Ez nagyon érdekes. Máté 4:4-ben. És 2 Korintus 4:4-ben olvashatjuk, hogy maga a Szentírás hívja Sátánt e világ istenének. Úgyhogy feltűnik egy trónkövetelő. Ez egy érdekes dolog. És 1 Korintus 10:20-ban még egy másik leleplezés. Ez a könyv, hála Istennek érte, leleplez olyan dolgokat, amikről másképpen nem lehetne tudomásunk. Sok ember azt mondja, hogy, és majd vissza fog térni az üzenethez, sok ember azt mondja, és éppen tegnap beszélgettem ezen a vacsorán egy barátommal, aki azt mondta, hogy hozzám a legközelebb a buddhizmusá. És kérdeztem, hogy miért? Mert azt mondja, az igazi békességet ad. Mert az nem olyan agresszív. És mondtam neki, hát, mert nem tudom, hogy buddhisták agyonvertek keresztényeket. Mondom, még fel is gyújtotta a keresztényeket. Mondom, olvasunk ilyeneket. Jó, hát vannak ilyen szélsőséges esetek, de hogy ez olyan jó. És így mondtam neki, hogy oké, de tudod-e, hogy mi áll a buddhizmus mögött? Mert hogy minden mögött áll egy szellemiség. És akkor oké, ide már nem tudott követni. Ide már, tehát ez zátonyra futott ez a beszélgetés, de a Biblia azt mondja, hogy Sátánon kívül, aki a főisten itt ezen a földön, még rengeteg Isten létezik. Rajta kívül még rengeteg Isten létezik. 1 Korintus 10:20. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának a részesei. Játszunk a természet fölöttivel, főleg a nők, akik sokkal érzékenyebbek spirituálisan. És az ezotéria az hihetetlen teret hódított, nem csak Magyarországon, hanem szerintem az egész világon. És aztán angyalokat imádnak, angyalokkal szórakoznak, és beszéltem egy nővel, és mondta, hogy nekem van egy angyalom, és rendszeresen kapcsolatba lépünk, és mindig kérdeztem, hogy oké, és mit mond neked ez az angyal? Hát, hogy tényleg jó dolgokat mond nekem, és segíti az életemet, és stb. És így mondom neki, oké, de honnan tudod azt, hogy honnan tudod ellenőrizni, hogy amit hallasz, amit mond neked, az rendben van. Van egy ilyen szűrőt, hát ő egy angyal, de mondom, öregem, van itt egy könyv, ami a legpontosabb, a legrészletesebb és a legmegbízhatóbb leírást adja az angyalokról, hogyha nem lenne Bibliánk, akkor nem is tudnánk semmit sem az angyalokról, mert a Korán is a Bibliából vette azokat a torz kijelentéseit az angyalokról, és még egy csomó minden más ilyen kereszténységgel összeötvözött vallás a Bibliára támaszkodik, és tudjuk a Bibliából, hogy az angyalok egyharmada nem a jó csapatba játszik, és hogy Sátán még a világosság angyalának is kiadja magát, és becsap téged. Honnan tudod? Tudod, melyik Istent imádod? Így megyek lakásokba, egy házakhoz, és tele van bálványokkal. Tele van bálványokkal. És azt gondolnád, hogy ez kiveszett a világból. Hát ez egy ókori dolog. Hát akkor voltak ilyen nagy szobrok, bálványok, áldoztak a bálványok. Nem, ez nem halt ki, ugyanúgy áldoznak. Ilyen virágáldozatok, meg ilyen füstölő áldozatok, ugyanúgy csinálják az emberek. És általában jómódú emberek, meg van áldva az életük. Hadd mondjak valamit, hogy attól, hogy valami működik, még nem biztos, hogy jó.
Oké? Sokan el vannak ájulva bizonyos csodáktól, gyógyulásoktól, attól, hogy működik valami, nem biztos, hogy a javadat szolgálja. Hát én meggyógyultam. Hát nem vonom kétségbe, de mi lesz a lelkeddel? Úgy értem, hogy ez nem játék. Valakivel beszélgettem, és kérdeztem, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban hogy állsz? Mi a véleményed? Semleges vagyok. És mondtam neki, hogy akkor nem értetted meg az üzenetet. Mert Jézust vagy imádni lehet, vagy gyűlölni. De aki semleges, az nem értette meg az üzenetet. Ez egy nagyon fontos dolog. Hogy Jézus azt mondta, hogy el tud veszni a te lelked. Hallod ezt? Örökre. Meg tudsz menekülni az evangélium által, az örömhír által. Az örömhír az, hogy nincs vallás. Hogyan üdvözülhetünk tehát? Embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Ezek az evangélium szavai. Tudod, Jézus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. És tudod, ez a te lelkedre van örökké való hatással, hogyha hiszel Jézus Krisztusban. Megmenekültél egyszer és mindenkorra. Soha többé senki nem tud elválasztani téged az Isten szerelmétől. Sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény, semmi. Még a te hitetlenséged se. Miután hittél és hitetlenné válsz, akkor is üdvözülsz. Ezt érted? Nem tudod eljátszani. Biztonságban van a lelked. Biztonságban van a lelked. De mi lesz a te lelkeddel, hogyha nem hittél még Jézus Krisztusban, mint a megváltódban? Melyik Istent imádod? Melyik báványt követed? 10 parancsolat. Nem lesz hosszú az üzenet. Még szerintem legfeljebb negyed óra. Bírjátok? 10 parancsolat. Mi köze a 10 parancsolatnak a valláshoz szerintetek? Ne ölj, ne lop, ne paráznák, hogy ezek vallásos dolgok? Hát dehogy is. Hát ezek tök praktikus dolgok. Hát az, hogy én nem tudom, hogy mennyire vallásos dolog, hogy ne ölj. Tudod, oda jönne valaki csukjába, egy kötéllel a derekán, ahogy Sanyi szokta mondani, oda jön hozzám, ne ölj. És hát te egy őrült, ez egy őrült vallásos. Hát ez egy marha. Hát mi az, hogy ne öljek? Hát mi az, hogy ne öljek? Ez mi köze van mindenhez a vallásnak? Mi köze a vallásnak ahhoz, hogy mindenki elbukott? Mert hát amikor a Bibliát olvasom, és ez az egyik oka a sok közül annak, hogy a könyvet elhiszem az első szótól az utolsóig, hogy egy nagyon pontos, precíz rajzolatot ad az emberről. Olyan, mintha téged és engem rátettek volna egy lapra, és lekopíroztak volna. A Biblia így megmutatja, hogy kicsoda vagy. Teljesen mindegy, hogy tömegben gondolkozol, vagy egyénben gondolkozol, a Biblia egy ilyen hihetetlen fényességet vetít, és minden láthatóvá válik. És sokan azt mondják, hogy Isten nem létezik, mert van gonosz. Öregem, a Biblia erről beszél, hogy mindenki gonosz. A világunk állapota, amit most látsz, éppen most robbantottak megint Tájföldön, hogyha eddig nem féltél, öregem, akkor ideje, hogy félni kezdjél. Milyen világban élünk? Mit gondolsz, hogy meddig vagyunk még itt biztonságban Magyarországon? Remélem, hogy sokáig, de mi a garanciád rá? És nagyon sokszor szoktam erről beszélni, hogy szabad országban élünk, lehet Bibliánk, de nem sokan mondhatják el ezt magukról, öregem. Oroszországban már nem mehetsz ki az utcára evangelizálni. Jó? Embereket megölnek, elrabolnak, emberek éhen halnak, emberek üldözést szenvednek. Ez nem minden világ legjobbik, amiben élsz. Ez egy gonosz világ. Gonosz. 19 háború zajlik most. Tudtátok? És hihetetlen, hogy mi folyik. Hihetetlen. Egy ember kiszáll egy csónakból egy szigeten, elővesz egy gépfegyvert, és lelő majdnem 100 embert. Ez milyen világ van? Mi történik? Mindegy, hagyjuk. Szerintem estig lehetne sorolni, csak a végén öngyilkosok lennék, vagy nem tudom. Oké, a Biblia azt mondja, hogy minden ember velejé gonosz. És amikor ránézek erre a könyvre, akkor azt mondja, hogy bakker, ennek igaza van. Ez tényleg igaz. És nézzük meg a világunknak az állapotát, és az utolsó időkben, 2 Timóteus 3-ban, nem fogom felolvasni a felsorolást, mert így is már elég rossz kedvünk van, de várjatok majd mindjárt. 2 Timóteus 3-on van egy felsorolás, amitől megint depressziós leszek, és leírja az utolsó idők emberét. Öregem, ez rám illik, meg rád, ne is tagadd.
Oké? A Biblia megmondja azt, hogy nincs remény. Ez nem lesz jobb. Ez nem lesz jobb. Lehet, hogy sok emberrel beszélek, hogy hiszek benne, hogy az ember egyszer csak észbe kap. De mi alapján? Hát 6000 év megy ellened, öregem. Hát 6000 év a bizonyíték, hogy hulladékok voltunk, azok vagyunk, és azok is maradunk, ha csak nem történik valami. Ezen a világon minden rendben van. Csak mi vagyunk a probléma. Egész jó lenne. De úgy, és erről szoktunk beszélni, hogy az ember rettenetes lény, és az ember csodálatos lény. Az ember rettenetes és csodálatos, épít és pusztít, szeret és gyűlöl, művészi alkotásokat készít, és aztán elpusztítja a félvilágot. És persze mindig él bennünk a remény. H.G. Wells magyarosan, tudjátok, aki írta a világok háborúját, hányan ismertek a nevét? Oké, megírt egy rádiójátékot az Egyesült Államokban, és ez arról szólt, és lejátszották, de egy olyan módon játszották le, mintha ez a benne lenne a hírekben. Mintha ez tényleg egy híradás lenne. És arról szólt a rádiójáték, hogy az idegenek megérkeztek egy űrhajóval, és elkezdik gyilkolni az embereket, meg elszívni az oxigént a földről. És még ilyen hang is volt, hogy ilyen Darth Vader hang volt. És volt, aki így csak bekapcsolódott ebbe a rádiójátékba, és azt hitte, hogy ez tök igaz, és ez egy élő közvetítés. És ilyen iszonyat pánik tört ki, ilyen óriás forgalmi dugók, több millió ember keveredett ilyen forgalmi dugókba Amerika különböző útjain, és valami iszonyatos nagy hisztériát indított el, és ezzel világhírű lett Wells. És a 1937-ben sajnos nem találtam meg az idézetet, csak nagyjából fogom elmondani, mit mondott. Azt mondta, hogy az ember csodálatos, és az első világháború után vagyunk, ugye, több mint 10 évvel, és azt mondta Wells, hogy egy új aranykornak a kezdetén vagyunk, és az ember ki fog teljesedni. És aztán 47-ben azt írta, hogy nincs reményünk, hogy az ember vele ég gonosz, hogy térdig tapostunk a vérbe néhány éve, és azt mondta, hogy nincs kedvem már élni. Wells elveszítette minden reményét, azért, mert reálisan ránézett erre a világra. Ez a világ egy hatalmas istenség kezében van, aki nem mindenható, hanem az egyetlen Istennek a teremtménye. Ezt el tudjátok képzelni, hogy csak ha gondolkozol Istennek a jellemén, félretéve mindenféle vallásos dolgot, és azt mondod, hogy létezik, hogy egy teremtménye, Istennek a teremtménye borította lángba a világot. Hogy létezik az, hogy ő uralkodhat? Ez elmond valamit a mindenható Isten jelleméről, igaz? Wow, Isten gonosz lenne? Vagy ő szabadította rá a bukott angyalt a világra? Hogy van ez? Oké, feltehetünk sok kérdést, de van még egy Isten. Hárman vannak a játékban, és az az Isten te vagy. Hallod? Az az Isten te vagy. Ugyanis mi így gondolkodunk magunkról. Így gondolkodunk a világban, és kapaszkodj meg, sokszor így gondolkodunk hívőként is. Van a mindenható Isten, van az Isten, aki magához ragadta a hatalmat, és van vagy te, aki felhat, te és én, akik felhatalmaztuk ezt a trombitorlót arra, hogy itt uralkodjon. Itt három Istennek a párbajáról beszélünk, és ez elképesztő. És amikor úgy gondolok magamra, bírjátok még? Úristen! Figyeljetek, hiszünk abban, hogy keresztényként ránézhetünk a dolgokra úgy, ahogy vannak. Hiszünk abban, hogy nem mindig azok az üzenetek mentenek meg minket, amik simogatnak. Jézusnak mi volt az üzenete? Hajj meg! Vedd fel a keresztedet! Vedd fel a kereszted és kövess engem! És egyébként ez a megoldás. Mert amikor én a saját magam Istene vagyok, akár keresztényként, akkor semmit sem fogok megtapasztalni Istennek az erejéből. Most ne is beszéljünk a világban lévő emberekről, és szeretjük őket. Ez a legyintés, csak értsétek, hogy nem nekik szólt, hanem
ez egy reménytelen legyintés volt, mert hogyha valaki a világban a saját maga Istene, mint a barátom, akivel beszélgettem, és nem megítélem őt, hanem ez a jelen állapota, de nincsen reménytelen ember elvileg, és imádkozom érte. De ő megmondta, hogy ő miben hisz, és ő megmondta, hogy ezek a dolgok így vannak. Akkor mi más ő, hogyha nem saját maga Istene? Mit jelent az a szó, hogy Isten? Van több definíciója, de most mondjuk azt, hogy a végső tekintély. Kicsoda a te életednek a végső tekintélye? Mert hogyha te vagy a te életednek a végső tekintélye, akkor te emelted magad arra a trónra, ami Istent illeti. Keresztényként Isten beszél hozzám a szívemhez. Becsukom a szemem és hallgatom az ő hangját, és mond nekem valamit, és én hallom őt. Sejtem, hogy mit szeretne tőlem, és aztán azt mondom, hogy nem. Csak nem. Egyszerűen nem. És ez... Jó, oké. Oké, van három Isten. És aztán itt van a megoldás, hogy lemaradhatok az ő erejéről. Lemaradhatok Istennek a feltámadási erejéről. És leélhetem úgy az életemet, hogy semmit nem tapasztalok meg abból, amiről Pál apostol beszél. Itt vagyunk bűnös emberként ezen a földön. Megyünk, és egyszer csak Cirénei Simon jött a mezőről. Jött vele szembe Isten, éppen botladozott a kereszt alatt. És jártányi ereje sem maradt, és valaki megragadta Simont, és azt mondta, hogy fogd és vidd a keresztjét, mert ő már nem bírja. És Simon csak úgy belekeveredett ebbe a sztoriba. Lehet, hogy egyetlen porcikája sem akarta. És mit agadás felvenni a keresztet, azt szerintetek mennyire könnyű egy embernek. Az egy kivégző eszköz. Ott sok minden kiderül. És Simon fölvette a keresztet, és vitte. És itt van a kulcsa az életünknek, a keresztény életünknek. Máté 16, talán 24. A keresztben semmi vallásosság nincsen. 16, 24. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ha újjászülettünk, adjatok még 5 percet, kérlek. Most jön a lényeg. Újjászülettünk, Isten megbocsájtotta a bűneinket, és hogyha ez megvan neked, és soha nem követed Istent, akkor is éppen úgy fog szeretni téged, mint akkor, hogyha követed őt. Nincs különbség, nem tudsz jobban elfogadott lenni, erről beszéltem, ne legyünk vallásosak. Ne, hiába megyek én vidéki missziókba, vagy akár külföldre, vagy hiába beszélek itt, nem szeret jobban Isten engem, mint téged. Nem tud engem jobban elfogadni, mint téged. Miért? Mert mind a kettőnket éppen annyira elfogad. Tökéletesen, teljesen. Meneteled van Istenhez, ez nem kérdés. De Jézus mond valamit. Aki én utánam akar jönni. Akarsz-e Isten után menni? Akarsz-e valami többet az életedben? Meg akarod-e ragadni azt az életet, amiről a Szentírás beszél? És mit agadás, hogy miért ne akarnánk? Mert amíg a világban vagyunk, nagyon is meg akarunk ragadni dolgokat, nagyon is tudunk futni dolgokért, nagyon nagy árat tudunk fizetni a karrierünkért, nagyon keményen tudunk harcolni egy jó autóért, egy kapcsolatért, hogy randizol egy lányjal, és mindent elkövetsz, persze egy nyomorult képmutató vagy, mert megpróbálsz valami marha jó színben feltűnni előtte, és lehet, hogy Oscar-díjat érdemelnél. Legtöbbször szerintem a legtöbben így vagyunk vele. Mindent elkövetsz, és sokszor bejön. Oké, de hogy mi lesz utána, mindegy, ezt hagyjuk. De lehullik az állarc. De annyi, akkora árat tudunk fizetni a világban. Egész életünkben tudunk fizetni. Még a halálos ágyon is azon tudunk gondolkodni, hogy ott már nem, de előtte, hogy a bankbetétem, meg a kire hagyok ezt, meg a végsőkig elmegyünk.
ha csak fele ekkora szívünk lenne Isten követésébe, tudjátok, mi történne? Így nagyon sok Billy Graham ülne. Nagyon sok. És hogyha ezt kárhoztatásnak érzi az üzenetet, akkor tévedsz. Figyelj, egy nagy lehetőséget tálalok éppen. Egy vissza nem térő lehetőséget. Figyelj, azzal az Istennel járhatsz együtt, aki eléd áll a párbajban. Mert neked nincs fegyvered. Ez leesett? Nincs fegyvered. Nincs. Ott állsz két fegyveres között. És az egyik nem fog rád lőni, de a másik nyugodt lehetsz, öregem, hogy beléd pumpálja az egész tárat, ha nem vigyázol. És egy olyan Isten mellett állsz, aki abban a pillanatban, én ilyen képekbe gondolkodom, amikor a másik rossz arcú, sebb helyes arcú, a bukott angyal előrántja a fegyvert, villám gyorsan, sosem láttam még ilyen gyors embert, sose. Előrántja, és még pislogni se tudsz, de már a torkó alatt tűz villan a fegyvernek a csövén, és tüzel rád, és kilövi rád az egész tárat, és az utolsó pillanatban Isten eléd áll, így, és te ott állsz mögötte, és őt érik a lövések, és persze a golyók palacsintává lapulva hullanak le a lábánál, és nem történt semmi. És a fickó a másik oldalon bajban van, mert az összes töltényt kilőtte. Oké? Az összeset kilőtte. És te nem vagy többé védtelen. Mert a mindenható Isten előtted áll. Te követed őt. Nem ő követ téged. El nem hagylak és el nem távozom tőled. Szeretlek. Én foglak téged védelmezni. Sok Isten van ezen a világon. Sok vallás. Sok jónak tűnő megoldás. Ha bejössz a gyülekezetbe, még jobb megoldásokat fognak neked tálalni. És aztán olvasod a könyveket arról, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni. Aztán utána a módszertant is megtanítják. Ha a Bibliát olvasol, ha imádkozol, hogyha szolgálatokba jársz, akkor jó keresztény leszel. Amikor imádkozol, akkor engedd, hogy az én erőm átfoljon a te életedbe. Hagyd ezt a vallásos marhasságot, ezt a hülye csokimázat, hallod? Igazán erős keresztény akarsz lenni? Az csak velem fog menni. Az csak velem fog menni, mert én vagyok az erőnek a forrása. Én vagyok az életnek a forrása. Én tudlak felruházni erővel. Én tudlak téged felkészíteni a nehézségekre. Én tudlak átvinni a próbákon. Én tudlak téged igazából tanítani. Én tudom megmondani, hogy mi az igazság. Én tudlak megvédeni a hamis istenektől. Én tudom megakadályozni, hogy összetörd a saját életedet. Én vagyok Isten, én vagyok Krisztus. Semmit nem tudsz nekem adni. Ne legyél vallásos, én vagyok Isten. Engedd, hogy én legyek erős az életedben. Vedd fel a keresztet. Ez az egyetlen módja annak, hogy megtapasztald az erőmet. Vedd fel a keresztet, és csodát fogsz tapasztalni. Hiszed-e ezt? Hiszem, Uram, és mit mondott a vak? Imádá őt. És amikor elhittem ezt az erőt, vagy elhittük, akkor valami megváltozott az életemben. Akkor átláttunk a szitán. Akkor tudtuk azt, hogy a vallás az csak megnyomorít minket. Az csak elvesz valamit az életünkből. Az csak terhet tesz ránk. Mert Istennel járni, Isten nélkül lehetetlen. Istennel járni, Isten nélkül lehetetlen. Sokan megpróbálták már, és sokan elbuktak benne. Nem akarom elkövetni ezt a hibát. Szeretné Isten, hogy növekedj? Igen. Szeretné, hogy szent legyen az életed? Na, hogy szeretné. János 8. Menj el és többi ne vétkezz. Legyetek szentek, ahogy én szent vagyok. Ezek félelmetes dolgok, igaz? De hogy ez megtörtént. Hallod ezt? Ez megtörtént. Győztél. Győztél, te szent vagy. Született egy új ember a megtéréskor. A kereszt által. A kereszt által, amit olyan sokszor még hívőként is nem veszünk figyelembe. Kérlek, könyörgök, élj a kegyelemben. Krisztus bevégzett munkájában minden elvégeztetett. És amikor ránézel a keresztre, és meglátod azt a hatalmas Istent, aki mellesleg már nincs a kereszten, akkor megérted azt, hogy kicsoda vagy te, hogy te nem vagy Isten. És hogy az összes kicsi Isten és a bukott angyal, aki a Földnek az uralkodója,
olyan nagyon picivé fog zsugorodni. Olyan jelentéktelenné válik. És meg fogod látni, hogy csak egy üres tárú pisztoly van a kezében Sátánnak, hogy már kilőtte az összes töltényt. 2000 éve elfogyott a lőszere. Oké? Okay? És Isten ott áll előtted, és azt mondja, gyere, nincs már tölténye, lép mellém. És odaállsz Isten mellé, és Isten átölel, és azt mondja, ezt készítettem neked. És a végén jelenések könyve, hogy letörlök minden könnyet a szemekről, és minden újjá lesz. Mindent újjá tettem. És tudod mit? Hogy Isten országa eljött, és az ti bennetek van. Az evangélium, ez a teljes evangélium. Mi meg vagyunk váltva, van egy kapcsolatunk, Isten mellett állunk, Isten szeret minket, Isten megbocsájtott minket, nekünk, és eljött Isten országa. És te és én az állampolgárai vagyunk ennek az országnak. Te benned van Isten országa. És egy napon vissza fog térni a király. És ez a most még láthatatlan, nagyon titokzatos ország, ami megjegyzi, ami 2000 éve épül. Hallottatok olyan birodalmat, ami 2000 év alatt nem bukott még el? És ami 2000 éve folyamatosan épül, és egyre erősebb. Oké? Egyre több szent áramlik ebbe az országba. Egyre többen jönnek. Ne felejtsd, hogy Luther Márton éppen úgy él, mint 500 évvel ezelőtt. Luther Márton nem halt meg azért, mert ő hit Jézus Krisztusban, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Egy csomó élő szent van a mennyben. Pál apostolt 2000 évvel lefejezték, de ő él. Érted? Hatalmas Isten országa. Ez csak egy pici látható rész belőle. Teljesen. Csak egy pici látható rész vagyunk. De egy nap nyilvánvalóvá lesz az egész, és be fogja tölteni az egész földet. És ez valami hatalmas lesz. És meg fogod érteni, hogy az Istenek között valójában nem is volt párbaj. Ez nem volt igazi küzdelem. A győzelem borítékolva volt. A mindenható Istent nem lehet legyőzni. És ahogy ő legyőzhetetlen, vele együtt te is az lettél. Hallod? Legyőzhetetlen vagy. Ne hagyd, hogy megkötözzenek. Ne hagyd, hogy olyan terheket tegyenek a válladra, amit nem tudsz elhordozni. Egy feladat van, csak nyisd ki a szívedet Isten előtt, és ha hív, akkor menj vele. Oké? És ha nem mész vele történetesen, akkor mi van? Akkor elvetett, de hogy ott leszünk együtt a mennybe teljesen. Ja, de miért hagynád ki ezt a bulit? Ez egy nagy kaland. Vedd fel a keresztet, hallod? És élni fogsz. Amen. Mennyei Atyánk! Köszönjük a keresztet, köszönjük ezt az elképesztő üzenetet, köszönjük, hogy az Istenek párbajába az örökké való múlttól fogva te voltál az igazi győztes, és köszönjük, hogy elénk állsz és fölfogod a golyókat, hogy védelmezel minket, hogy eljött és odaadtad az életedet értünk. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz bennünket. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy baromira eltalálnának azok a golyók, hogyha nem tudod azt, hogy mi lesz a te lelkeddel, ha meghalsz, hogyha valójában azt se tudod, hogy melyik Istent szolgálod jelenleg, mert valakit szolgálsz, öregem, ez biztos, akkor kérlek, hogy ha szeretnéd, hogy megmenekülj, hogy átlépje egy igazi életbe, akkor fordulj oda Jézus Krisztushoz, az egyetlen igaz Istenhez, és mondd neki, hogy Uram, bűnös vagyok, és a pokolt érdemelném, az örök halált, az örök felejtést, de te eljöttél, és elhiszem, hogy a kereszten fizettél értem. Bocsáss meg nekem, Uram, bocsáss meg a bűneimet, elhiszem, hogy te vagy a messiás, és köszönöm, hogy kifizetted a bűneim árát, és kérlek, hogy gyere be az életembe, és mondd nekem, hogy kövesselek téged, és szeretnék veled menni, szeretnék megismerni, szeretnék valami többet ebből az életből, szeretnék tanítvány lenni, és aztán elmondani valaki másnak, hogy van remény. Úgy, mint 2000 éve, oly sokan. És köszönjük, köszönöm Jézus, te drága szent nevedben. Amen.
Köszönöm.